Mielőtt dokumentumfilmünk részleteibe bocsátkoznánk, tisztába kell tennünk bizonyos fogalmakat. Ön, kedves néző, aki a tévé vagy mozivászon előtt ül, ön a magyar nemzet része. A magyar nemzet egy tagja, a külföldön élő többi magyar emberrel együtt. Hogy Trianonnál embertelen módon elcsatolták az ország kétharmadát, és ezáltal szétszabdalták a nemzetet, most nem ez a film témája. De legyen mindenkinek világos, hogy a külhomba szakadt magyarok is a nemzet részei. Amikor filmünkben a továbbiakban nemzetet mondunk, akkor természetesen a magyar nemzetre gondolunk. Akkor, amikor már milliós nagyságrendben alkotják emberek ezt a bizonyos nemzetet, akkor a közös ügyeknek az intézése az már nem olyan egyszerű dolog. Mondjuk egy 12 vagy 20 tagú családnál is már bonyodalmat jelent, hogy kinek legyen igaza, ki mondja meg, hogy mi történik abban a családban, nemhogy egy több milliós nemzet esetén. Ezért aztán úgy döntöttek az emberek, és ez egy nagyon leegyszerűsített képlet, de úgy döntöttek az emberek, hogy létrehoznak egy hivatalos szervezetet, ez a hivatalos szervezet pedig nem más, mint maga az állam. Az államban dolgozók is természetesen a nemzet tagjai. A nemzet ezért a megtermelt javakból szívesen áldozott az államnak. Mondható, hogy megfizette a benne dolgozókat azért, hogy a nemzet érdekében dolgozzanak. Az államban dolgozni bizalmi pozíció. Mindez azért történt, hogy az állam a nemzetet szolgálja, hogy a nemzet élete jobb és könnyebb legyen. Aki az államaparátusában nem a nemzetet szolgálja, netalán saját vagy idegen érdekek szolgálatában ténykedik, annak az államban nincs helye. Magyarország a II. Világháború után az akkori nagyhatalmi osztozkodás eredményeként a szocializmus pályájára kényszerült. Nem lehetett többé magánérdek, csak közös vagyon és a javak egyenlő elosztása. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv érvényesült. Voltak, akik kedvelték ezt az állapotot, voltak, akik nem. A legtöbben gyakorlatilag csak a határok felszabadítását élvezik a régi állapotokhoz képest. A magyar államnak, és így mindannyiunknak, az itt élő embereknek, a nemzetnek volt egy hatalmas, felhalmozott vagyona, amelyik olyan gazdálkodási tőkéje volt, amit adott esetben századok alatt hozott létre, és ennek a működtetésével tartotta fönt a nemzetgazdaságot. Az ország vezetője 1956-tól Kádár János volt, akit a Szovjetunióból neveztek ki Magyarország élére. Ment minden a maga rendjén, ameddig Kádár János nem találkozott egy krími vadászaton 1981. júliusában a szovjet vezetővel, Brezsnyevvel. Kádár megdöbbenésére Brezsnyev közölte, hogy Magyarországnak már nem tud évi 6,5 millió tonna kőolajat adni, azt le kell csökkenteni 5 millió tonnára. Kádárt az is nagyon meglepte, hogy a szovjetek magyar árut nem fognak átvenni olyan mennyiségben, mint eddig. Ezen kívül volt a tanácskozásnak egy nagyon érdekes momentuma. Brezsnyev közölte Kádárral azt is, hogy a Szovjetunió szemet huny, ha nyugat felé próbál nyitni Magyarország. Sajnos bizonyíték nincs rá, de bizonyos, hogy a moszkvaiak nem saját eszüktől dönthettek így. Ugyanis a Szovjetuniónak gyerekjáték lett volna ekkora olajmennyiséget szállítani, és a magyar árura is éheztek a szovjet emberek. Az állam akkori vezetői nem tudtak, vagy nem akartak más utat keresni a kiláboláshoz, és a régóta dédelgetett megoldáshoz nyúltak. Megkezdték a belépési szándéktárgyalásokat a Nemzetközi Valuta Alapba és a Világbankba, azért, hogy nemzetközi kölcsönöket vehessen fel az ország. Hogy ezeket a kölcsönöket és azok busás kamatait hogyan és miből fizeti vissza a nemzet, nem volt mérlegelés tárgya. Gyakorlatilag teljes mértékben a globális pénzhatalmi rendszer, és hát azon belül is közvetlenül a valuta alap diktált. Nekem 96-ban, azért itt hagyj jegyezzem meg, 96-ban mesélte Jacques de la Rosière, aki akkor a londoni székhelyű fejlesztési banknak az elnöke volt,
azt a 81-es beszélgetését Kádár Jánossal, amelyből világosan kiderült, miután ő közölte Kádárral 81-ben, hogy önöket tökéletesen eladósítottuk, és innentől kezdve nem a népköztársaságúti szovjet nagykövetségről, hanem tőlem Washingtonból fogja kapni ön az utasításokat, akkor erre Kádár csak cinikusan vigyorgott, és mondta, hogy hát ez semmi gond, világéletünkben birodalmi segnyalók voltunk, most egy másik birodalmi segget fogunk nyalni, önök ugyanolyan elégedettek lesznek velünk, akkor eddig szocializmust építettünk, ezután kapitalizmust fogunk építeni. Ez azért figyelemre méltó, mert azért utána még 7 éven keresztül mindenkit meggumibotoztak, még 88-ban is, aki nem egyöntetűen a szocializmus, a Szovjetunió és a többi mellett állt ki, miközben Kádár már 81-ben kijelentette, hogy oké, akkor innentől kezdve az új birodalom logikáját követjük. 1982. május 6-án Magyarország tagja lett a Nemzetközi Valuta Alapnak, egy hónap múlva pedig a Világbanknak is. Sohasem szerencsés, ha egy ország a piaci finanszírozás helyett az IMF-hez kénytelen fordulni. Az idő haladt, a kölcsönök szaporodtak, az adósság rohamtempóban nőtt. 1988-at írunk. Az ország adósság állománya már 12 milliárd dollárra dagadt. Még ebben az évben a reformkommunisták leváltják Kádár Jánost, és helyére Grósz Károlyt ültetik. Grósz is folytatja a tárgyalásokat a pénzügyi szervezetekkel. Grósz Károly nem most találkozott először a vezető pénzügyi szakemberrel, amerikai útja során már tárgyaltak egymással. Richard Derb, aki tegnap óta tartózkodik hazánkban, ma délután Németh Miklóssal, a Központi Bizottság gazdaságügyekért felelős titkárával is találkozott. Grósz Károly főként politikánkat érintő kérdésekről tájékoztatta vendégét. Grósz Károly csupán 4 hónapig kormányfő. Mivel nem ért egyet 1956 új megítélésével, a párt leváltja, és helyére az ambiciózus Németh Miklóst ülteti. A német kormány sem tud csodát csinálni. Újabb hiteleket vesz fel. A magyar nettó kamatozó adósság március végén 14,5 milliárd dollár tesz ki. Idén ahhoz, hogy adósságainkat törleszteni tudjuk, illetve hogy fedezzük fizetési mérleghiányunkat, 2,2 milliárd dollárt kell felvennünk, és ebből egy fillért sem fordíthatunk a gazdaság fejlesztésére. Talán megmaradt önökben. 2,2 milliárd újabb hitel, és nem fordíthatjuk fejlesztésekre. Közvetlenül a szabad választások előtt, tehát 90 februárjában, az akkor kormányzó utolsó kommunista kormány, német kormány egy újabb szerződést kötött, még sokkal rosszabb feltételekkel. Magyarul a magyar pénzügyi, gazdasági kormányzatot arra kényszerítették, hogy minden téren azt tegye, amit az IMF követel. Ne feledjük, jogilag minden állami kézben volt, és még a rendszerváltás előtt vagyunk egy évvel. Hogy el lehessen adni az állami vagyont, új törvényeket kell alkotni. Megszületik a gazdasági társaságokról szóló törvény, az 1988. évi 6. törvény, amely arról szól, hogy hogyan lehet KFT-t, részvénytársaságot, közkereseti társaságot és más gazdasági társaságot alapítani. Már ez a törvény is lehetőséget ad a külföldi tulajdonszerzésre, bár azt engedélyekhez köti. Hogy a külföldinek még könnyebb legyen, még ebben az évben megalkotják a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi 24. törvényt. Ez egyszerűsíti a külföldiek magyarországi befektetéseinek feltételeit. Akkor már nincs más hátra, mint egy olyan jogszabályt megalkotni, amely lehetővé teszi, hogy az állami vállalatból gazdasági társaságot varázsoljanak, tehát RTV, KFTV alakuljanak. Így jött létre az 1989. évi 13. törvény, az átalakulási törvény. Ez a törvény lehetőséget adott arra is, hogy mélyen értéke alatt kerüljön magánkézbe egy állami vállalat. Ezt nagyon egyszerűen úgy értékel, hogy a régi állami vállalat mérlegét olyan mértékben torzították, hogy az az új gazdasági társaság most már alapítói vagyona eladásánál kedvező legyen. A törvény megalkotásával megbízott szervezet vezetője dr. Sárközi Tamás volt. Részt vettem a jogszabályok kidolgozásába, tehát nem biztos, hogy az én véleményem megfelel a
kellő kritériumokra. Amikor a gazdasági-társasági törvényt csináltuk, hát én voltam a kodifikációs bizottság vezetője 87-88-ban, akkor még privatizációra senki sem gondolt, hanem arra gondolt, hogy lesz egy állami szektor, egy szövetkezeti szektor, úgynevezett vegyes gazdaság, amelyben külföldi joint venture is van, meg a magyar lakosság is betelti a pénzét. És pillanatok alatt, ahogy ugye az egész rendszerváltozás tulajdonképpen egy év alatt zajlott le, mert ugye 89-nek ugye körülbelül áprilisában lehetett azt látni, hogy itt nem egy demokratikus szocializmus lesz, egy demokratikusabb szocializmus lesz, amit ugye a Pozsga Imre meg a többiek akartak, hanem itt átmegyünk kapitalizmusba, ugye? Amit ugye nemzetközileg úgy is érzékeltethetek, hogy a Varsói Szerződésből a NATO-ba és a KGST-ből ugye az Európai Unióba. És ezt le kellett bonyolítani jogalkotásilag, még a régi parlamenttel 90 májusáig. Minden egyes állami vállalatot át kellett alakítani gazdasági társasággá. És ebben a folyamatban, miután a szocialista könyvitel nem felelt meg a nyugati könyvitelnek, ex hasimus lett megállapítva az egyes keletkező új társaságok alaptőkéje, és itt volt a lehetőség a bondára. A privatizálás az, amikor eladjuk a zongorát, és az árából eszünk még egy jó vacsorát. Antal László, nemzetközi hírű magyar közgazdász. Németh Miklós, akkori kormányfő, kinevezi privatizációs kormánybiztossá Tömpe Istvánt és az akkor még MSZP-s Martonyi Jánost. Tömpének az a feladata, hogy szervezze meg az újonnan felállított állami vagyonügynökség intézményét, és kezdjék meg az állami vállalatok magánosítását. Martonyira az jutott, hogy csábítsa ide a külföldi befektetőket. A magyaroknak gyakorlatilag a politika volt az egyik legfontosabb eszköze arra vonatkozóan, hogy a privatizációban jól tudjanak indulni. Kezdettől fogva lehetett látni, hogy a politika rendkívüli módon érdeklődik a privatizáció iránt, és miután a privatizációnak volt egy központi része, az én időmben ezt vagyonügynökségnek hívták, kicsit később állami privatizációs és vagyonkezelő részvénytársaságnak hívták. Tehát mindig volt egy központi része. Az egy kifejezett hatalmi kérdésé kezdett válni, hogy ki ül ott. Mindenki, aki a hatalom közelében volt, próbált egy kicsit lopni, persze. Ha valaki vagyon tud szerezni, rendkívül nagy a csábítás, hogy ellopja. Tehát én úgy pszichológiailag ezt a fajta dolgot megértem. Nagyon nehéz volt annak idején nekem is olyan embereket gyűjteni, akikről úgy nagyjából meg voltam győződve, hogy becsületesek. Az akkori politikai vezetők, hogy fizetni tudják a korábban felvett kölcsönök kamatait, tudásuk korlátaival küzdve a nemzeti vagyon magánosítása mellett döntöttek. Sok kérdés felmerült e döntés kapcsán. Az egyik legfontosabb az volt, hogy reprivatizáljanak-e, vagyis hogy adják-e vissza cégeiket, gyáraikat, vagyontárgyaikat azoknak, akiktől még 1948-ban az államosításkor elvették. A német kormány nem reprivatizál. Az állam részéről semmilyen komolyabb kontrollt nem látunk. Ezt nevezik később spontán privatizációnak. Ekkor sok-sok vállalat úszik el olcsó pénzért vagy ingyen. Kicsit sarkítva, a nomenklatúra emberei gazdagodtak, az emberek meg kikerültek az utcára. Hát soha nem felejtem el, a Magyar Nemzeti Banknak volt elnöke egy bizonyos úr, aki elmesélte, hogy a volt miniszterelnökünk, amikor egy gyárat privatizált, akkor neki, mint az egyik bank vezetőjének, a 100%-át a vételárnak oda kellett hitelbe adni. Hát álljon már meg a menet. Így bármelyik ember tud privatizálni, hogyha egy állami bank a teljes árát kifizeti, majd pedig annak a banknak a hitelt az üzem termeléséből termelték ki. Tehát az üzem saját maga kitermelte a saját vételárára fordított hitelösszegét és annak kamatát. Ilyen módon bárki tud privatizálni. Így vagyont szerezni nem egy nagy történet, csak jókor jó helyen kell lenni, és jó embereket kell hozzá ismerni, már a jót azt nem pozitív értelemben. Talán kevesen tudják, hogy az előző századfordulón a történelmi Magyarország, vagy ahogy sokan ismerik, Nagy Magyarország területén az első világháborúig 31 cukorgyár üzemelt. A szocialista Magyarország területén a rendszerváltáskor már csak 12 cukorgyárunk volt. Ez a 12 ellátta egész Magyarországot, és kiszolgált több a cukorgyártáshoz kapcsolódó ágazatot, sőt, még exportáltunk is.
1989-ben a spontán privatizáció során a német kormány gyors ütemben átalakította az állami cukorgyárakat gazdasági társaságokká, és megkezdte azok kiárusítását. Így az összes magyar állami cukorgyár három külföldi cég kezébe kerül. A cukorgyár sokkal több. Ez ugye ott, ha nézem, a cukorgyár a egy területre eső termelési érték legmagasabb a cukorépánál. Tehát az a fajlagos árbevétel ott a legmagasabb. A másik, annak van egy vonzata. Ugye a cukorépa szelet az takarmány. És akkor az egész, vagy annak a zöld hozzáadat, tulajdonképpen az viszi a további ágazatoknak, ad olcsó alapanyagot. Ugyanakkor viszi magával szeszipart, viszi magával az élesztőgyárat. Tehát egyszerűen, hogy is mondjam, a privatizáció szétszakította a termelési folyamatokat, szétszabdalta Magyarországot. Ez majdnem olyan, mint a török hódoltság három felé, csak itt ezer felé verték szét az országot. Ez azt történt, a privatizáció ezt hozta. Az állami vagyonügynökség második legnagyobb, az élelmiszeripar területén pedig a legnagyobb értékű privatizációs ügylet végére került ma pont. 40-40%-os részesedéssel a francia Beganzé cég lett a tulajdonosa az együttesen 6 milliárdot érő szolnoki, mátravidéki és szerencsi cukorgyáraknak. A július 1-től RT-ként működő három gyár alaptőkéjét összesen 2 milliárd forinttal emelte meg a francia társtulajdonos. A szerződést ma délután írta alá Thierry Cheru, a Beganzé vezérigazgatója, és Csepi Lajos, az állami vagyonügynökség igazgatója. Lássuk, hogy az új gazdák mire jutottak a megszerzett vállalatokkal. Mezőhegyesen a cukorgyár megélte a 100 évet. 1889-ben alapították, és 1997-ben zárta be az Osztag Agrana cég úgy, hogy eladta az angol-francia Eastersagernak, majd azt az új tulajdonos gyakorlatilag azonnal bezárta. Talán egyértelműen látszik, hogy a háttérben a külföldi tulajdonosok bizonyos érdekek mentén összedolgoztak. A mezőhegyesi cukorgyár területét járva csak egy romhalmazt találunk. A település lakóinak fele kezdeményezte aláírásával, hogy zöld beruházással legyen újra cukorgyára a városnak. Utoljára a 89-es statisztikai évkönyvben szerepelt egy olyan fejezet, hogy magyar nemzeti vagyon, és értelemszerűen a 88-as, vagy részben még 87-es adatokat tartalmazta. Az 1990-ben kiadott statisztikai évkönyvben, amelyben már a 89-es adatoknak is kellett volna szerepelni, ez a fejezet már nincs benne, és azóta nem is került vissza ez a fejezet, tehát a magyar nemzeti vagyon nevű komplexum az a statisztikai számbavételi rendszerből nyomtanul eltűnt. Az Ercsi cukorgyárat 1910-ben alapították. Túlélte a két világháborút, a szocialista korszakot. 1960 táján 3 millió tonna cukorrépát dolgoztak fel itt évente. Napi 170 vagon répát tudott befogadni a gyár. Sajnálatos módon újságokból kellett megtudjuk, hogy az utolsó kampány, a 97-es kampány lesz az utolsó kampányunk, és azután, hogy mi lesz az emberekkel, aki az utolsó kampányt végezte, azoknak a jövőjéről semmit nem tudott senki. Ma ipartelepként működik, kisebb cégekkel, raktárakkal, levontásra váró épületekkel. Nagyon jól tudjuk, hogy egy pártrendszer volt, nem volt semmi más, csak az MSZMP. Ennek következtében azt is mondhatjuk, hogy a vagyonnal való rendelkezés az a szocialista időszakban nem volt más, mint az MSZMP-nek, tehát az akkori Magyar Szocialista Munkáspárt néhány vezetőjének a rendelkezési jogosultsága. Ez aztán később meg is látszott, amikor a rendszerváltozás megtörtént, és az MSZMP-t el akarta számoltatni az új hatalom, illetőleg annak az ifjúsági szervezetét, a KISZ-t el akarta számoltatni a hatalom. Gyakorlatilag erre nem volt lehetőség, hiszen olyan mérhetetlen káosz uralkodott a vagyonnyilvántartása tekintetében, hogy erre a mai napig nem kerülhetett sor. A lőrinci, vagy ahogy a településrész Sejp nevezi, sejpi cukorgyárat 1889-ben alapították. 1964-ben a gyártott cukor mennyisége 43 ezer tonna volt. Készítettek itt kockacukrot és porcukrot is. A francia vevő 1998-ban gazdasági okokra hivatkozva bezárta. Ma a telepen egy vaskereskedés és egy szemétlerakó működik. A cukorgyárnak még a nyomai is eltűntek a területről.
Privatizáció nem gazdaságpolitikai eszköz volt, nem a gazdaság magyar érdekek szerinti átalakításának a meggondolt, megtervezett, stratégiailag végrehajtott eszköze, hanem itt is egy nagyon szűk elit meggazdagodásának az eszköze, és az ország tulajdonának, az ország termelési kapacitásának nagyrészt külföldi kézbe adásának az eszköze volt. A privatizáció nálunk azt idézte elő, hogy az ország termelő kapacitásának a nagy része ma külföldi tulajdonban van. A külföldiek nyilvánvalóan nem a magyar gazdasági érdek szerint irányítják ezeket a vállalatokat, termelőeszközöket, hanem a saját anyavállalataik, anyaországaik érdekei szerint. Ez egyébként az ő szempontjukból teljesen logikus és teljesen normális, viszont mi elvesztettük a saját gazdaságunk fölötti ellenőrzésünket. Ami kialakult, egy olyan gazdaságszerkezet, ahol a termelés nagyrészt külföldi kézben van, ez pedig a gyarmati gazdaságszerkezet klasszikus példája. A hatvani cukorgyár is több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1888-ban alapították, majd 2003-ban bezárták. 1987-ig 3000 tonna répát dolgoztak fel itt naponta, ami körülbelül 50 ezer tonna cukrot jelentett évente. Azért, hogy tisztán lássanak, Magyarország éves cukorfogyasztása körülbelül 300 ezer tonna, tehát a hatvani gyár ennek egy hatodát termelte. Aztán eljön 1990. Új választások, és az MDF kap felhatalmazást kormányalakításra. Antal József lesz a miniszterelnök. Létrehozzák az állami vagyonügynökséget, és szinte teljes függetlenséget biztosítanak számára. Az élére Csepi Lajost, a volt Kiszest rakják. Stábunk megbeszéli vele az interjút Budapesten szerdára, aztán ez vár minket. Talán nem véletlen. Jó napot kívánok, én Csepi Lajos vagyok, és azért telefonálok, mert szeretném lemondani a tegnapi megbeszélést, nem szeretnék beszélgetni a privatizációról. Mindig is kíváncsiak voltunk, és gondoljuk a kedves nézők is, hogy Antal József hogyan tehetett egy KISZ vezért pont az ávű élére? Talán megkaptuk a választ. Nem Antal József miniszterelnök tette oda, hanem Szabó Tamás, akiben Antal József annyira megbízott, hogy tűzbe tette volna érte a kezét. Én 3-4 hónapig együtt dolgoztam Csepi Lajossal, és bennem is volt egy előítélet, amikor oda kerültem, hogy én nem fogok egy volt köztitkárral együtt dolgozni. Előítélet. És én a 3 hónapban azt tapasztaltam meg az együttműködésben, hogy ez az ember, ez egy végtelenül jó közszolga, böcsületes, hogy amit Antal mondott nekem, hogy ja, azért teszlek a privatizációra, mert érted, a kezemet tűzbe merem tenni, én a Csepi Lajosra ugyanezt mondtam. 3 hónapban megtapasztaltam, hogy teljesen tiszta. És amit a törvény mond, ő azt fogja csinálni, és semmi sumáság nem lesz. Az, hogy körülötte valami történik, részegen vezetnek az autók, pedig ahol az emberek meg tilos. Tehát az ember próbálkoznak nyilván, de nem a Lajos, és nem organizálja. És én úgy döntöttem, hogy megtartom. És elmondtam a miniszterelnök úrhoz, és azt mondtam, hogy én megtartanám a Lajost. Mondta, hogy hát az a te felelősséged, barátom, tartsd meg, ha úgy látod, hogy ez jó. És ezért Lajossal csináltuk, Csepi Lajossal végig az ügyet. Hogy ne semmizzék ki teljesen a volt tulajdonosokat, azt találták ki, hogy létrehozzák a kárpótlási törvényt, az 1991. évi 25. törvényt. Arányosan annyi kárpótlási jegyet kap a sértett tulajdonos, amennyi az elvett vagyon. Csak hogy ez sem volt így. Maximalizálták az adható kárpótlási jegyek értékét. Ez 5 millió forint volt. Tehát a GANZ tulajdonosa vagy annak örököse is csak 5 millió forintnyi kárpótlási jegyet kaphatott, függetlenül az államosított gyár, cég, földbirtok nagyságától. Mivel a kárpótolt jegyeivel nem tudott igazán komoly vételi lehetőségre szert tenni, eladta azokat készpénzért a piacon, névértékük töredékéért. Tehát a magyar nemzet kárpótoltjainak többsége ki volt zárva a privatizációból. Ez csak amolyan látszat intézkedés volt. A budai malom eladása kapcsán sok-sok történet kering, és talán soha nem fogjuk megtudni, hogy miként került az a jelenlegi tulajdonosok kezébe.
Mi egy az igazsághoz feltehetően közel állható jelenettel szeretnénk megmutatni, hogy miként is lehet egy körülbelül 2 milliárdos malmot megvenni egy fillér nélkül. A jelenet csak illusztráció. A Lacikám, miért hívtál ide minket? Nagyon kíváncsi vagyok. Velem is nagyon titokzatos voltál tegnap a telefonban. Bökt ki, miről van szó? Fiú, nem fogok köntörfalazni. Malmot fogunk venni a privatizáció segítségével. Vilikém, hogyha jól tudom, te benne vagy a lisztes szakmában, ugye? Hát te leszel a strómanunk. Lacikám, hát persze tudok kenyeret dagasztani, meg is sütöm, de nekem nincsen pénzem semmiféle malomra. Álljunk meg egy szóra. Melyik malmot akarjátok megvenni? Hát a legnagyobbat. Hát ha már visszük, a lúd legyen kövér. Lacikám, tegnap már eladtuk az amerikaiaknak. Te csak egy ügynök vagy az ügynökségnél. Ne felejtsd el, hogy mit tettünk oda. És ti azt teszitek, amit mi mondunk. Légy szíves, találj ki valamit, hogy nem bíztok abban a külföldiben, túlzottan messze van, vagy valami hasonló maszlagot. Rendben. Viliké, holnap bemész Gáborhoz a bankba, és kérsz 1 milliárd forintot. Hát jó, hogy Lacikám. Hát egy fillért nem adok nektek, nem ugye 1 milliárd forintot. Nyugi, Gáborkám, nem is kell, hogy adj egy fillért se. Csak egy hiteligérvényt, egy fedezet igazolást, ami biztosíték a malom megvételére. Hát tudod, hogy soha nem élnék vissza én a te bizalmaddal, nyugalom, nem fogjuk mi beváltani a papírjaidat. Na, hát egy malomban örlünk. Rendben van, Lacikám, te szabad nekem garancia. Remélem, hogy nem élsz vissza a bizalmammal. Vilikém, a bankból egyenesen átmész az állami vagyonügynökséghez, és megkötitek a szerződést. A vevő, én és te leszel. És ezek után mi leszünk hivatalosan is a malom tulajdonosai. Janikám, te pedig légy szíves, közd meg vele a szerződést. De figyelj arra, hogy csak 45 nap múlva kelljen fizetni. És légy szíves, fogadjál el tőle kárpótlási jegyet 1 milliárd forint értékben. Arra pedig különösen figyelj, hogy töltsétek föl a raktárkészleteket, mert a raktárkészletbe levő áru eladásából fogjuk megvenni a kárpótlási jegyet. Jól van, meg lesz. Nagy ravasz ember vagy te, Laci. Hát a tőzsdén most is 10%-ra lehet venni a kárpótlási jegyeket, akkor nem kell csak 100 millió. Tudom. Mennyit is ér ez a raktárkészlet? Mai árfolyamon olyan 300 milliót. Hát az nagyszerű. Akkor marad még 200 millió forintunk, és hát miénk a malom hivatalosan is. Na rendben. Mennyit is ér ez a malom szőröstül, bőröstül? Azt hiszem, hogy 2 milliárd. Így van, Lacikám. Megegyeztünk, szerintem. Megegyeztünk. Ha. Na, hát akkor ügyesen, fiúk. Minden jót, szervusztok, minden szevasz, jó, szevasz, szevasz, minden jót, szia. Köszönöm, minden jót, szia. Akkor csak ügyesen. A szerencsi cukorgyárat is 1888-ban alapították. Európa akkori legnagyobb ilyen gyárát. Majd 2008. május 10-én bezárták cukorrépa hiány miatt. Hogyan lehetett itt cukorrépa hiány? Úgy, hogy uniós csatlakozásunk évében a 400 ezer tonnás forgalomba hozatali cukorkvótánkból 300 ezerről lemondtunk, azaz eladtuk, mert az Európai Unió fizetett azért, hogy ne termeljünk cukrot. Az első 2 évben tonnánként 730 eurót, majd 625 eurót, a negyedik évben pedig 520-at. Ebből az összegből a répatermelők is kaptak, mégpedig akkor, ha áttértek más növények termesztésére. A már korábban is eléggé elbizonytalanodott répatermelők a bizonytalan termelés helyett inkább a biztos pénzt választották. És ezzel még nincs vége a történetnek. Mindenki értetlenül állt azelőtt, hogy az EU azt is kikötötte, hogy alkalmatlanná kell tenni a gyárat további cukorgyártásra, tehát a gépeket be kell olvasztani, el kell távolítani. Szerencsen tábla hirdeti a termelés egy másik fontos velejáróját, miszerint a cukorrépa több oxigén termel, mint egy ugyanakkor a területű erdő, így környezetvédelmi szempontból is fontos a répa szerepe.
A piacot kellett megszerezni, világos, hát hogy egy rendszer, tehát gyakorlatilag akármennyire nézzük, az EU azért egy birodalom, ezt maguk is elismerik, és a birodalomnak terjeszkedés tulajdonképpen a lét funkciója, ha nem terjeszkedik, nem tud fennmaradni kellett a piac. Na most ehhez mindenféle trükkel megtudták. De érdekes, ugye nem engedték be, mi hiába teljesítettünk majdnem minden feltételt, csak akkor engedték, mikor úgy látták, hogy a 10 országot be tudják rántani egyszerre, nehogy valakinek tapasztalata legyen, hogy mennyire negatív ez. Ha mostan néznénk, akkor nem egészen, hogy is mondjam, ilyen feltételekkel lépnénk be, mert mit tudom én, ott van nekem a külgazdasági, akkori minisztériumnak a anyaga, ugye értékelik a mezőgazdaság belépését, hogy hát lám, ugye, hát igen, magyar mezőgazdaság hátrányos, mert még ha van pénzünk se, adhatjuk, még csak 20%-ot támogathatunk, a németek meg 50%-ot. De majd később, de később akkor már nincsen, ugye gondoljunk a cukorgyárakra, ha már nincs cukorgyár, akkor úgy magyar tulajdonban, akkor az egész értelmetlen. De a cukorgyár is egy abszurd privatizáció, gondolom most már legtöbben rájöttek erre, jellemző ugye Budafokon van egy élesztőgyár. Élesztőgyárnak az alapanyaga melasz, ami cukorgyár. Azt most Franciaországba importáljuk. Tehát, hogy magyar kenyeret tudjunk sütni, hogy magyar élesztő, ahhoz melasz kell Franciaországba behozni. Ezt megnéztem itt a gyárba azt. Szóval a függőséget, tehát óriási függőséget a gyakorlat. Nem lehet most felvetni, hogy lám, akkor kilépünk. Nincs. Olyan függőségben vagyunk, olyan békjobban vagyunk, hogy csak lazítani lehet. Aztán majd utána kialakul a világhelyzet az, hogy mekkora mozgásterünk lesz később Kína előre haladásával. Kaba. A 12 gyárból a legfiatalabb és legkorszerűbb volt. 1979-ben alapították szovjet segítséggel és építették lengyel gépekkel az ország legújabb és legnagyobb cukorrépa feldolgozó gyárát. Napi 6000 tonna cukorrépát dolgoztak itt fel. Az EU-ba való csatlakozás után is a cukorkvóta 27%-át adta a gyár. Annak idején az Instasugár ZRT 3 milliárd forintért vásárolta meg ezt a cukorgyárat, és a adózott jövedelme évenként is több milliárd forint volt egyébként, amíg termelt. Ez hozzátartozik az igazsághoz, tehát azért Közép-Európa legkorszerűbb cukorgyára volt ez akkor, még a bezáráskor is annak számított. Remélem figyeltek. 3 milliárdért vették meg, és több milliárdot termelt évente. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Ezt a rombolással egybekötött, megszedjük magunkat projektet bárki meg tudta volna valósítani a magyar nemzet részéről is. Bárki. A vételárat, a 3 milliárd forintot bármelyik bank utalná, és könyörögne, hogy hadd finanszírozza a vételárat, ha ennyire rentábilis egy cég, hogy ha maga az eszközpark is fedezi a hitelt és kamatait. 2004-ben, mikor beléptünk az Európai Unióba, ugye akkor a magyar kormány a Magyarországon cukrot termelő három csoport között szétosztotta a nemzeti kvótát, amit egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy a cukorvásárlók pénzéből lett nemzeti kvóta. Ugye, és azt szétosztották, és akkor 2006 végén ezt adta vissza az Instasugár ZRT az Európai Uniónak, hiszen akkor került erre sor, hogy az Unió meghirdette, hogy aki visszaadja a cukorkvótáját, az egy bizonyos összegben részesül. Ez akkor 68 millió euró körül volt, amiből 28%-ot ki kellett fizetni ugye a termelőknek, mert ez volt akkor a megállapodás, ezt tartalmazta. A Instasugár bevételének egy részét tartalmazta a Unió által adott támogatás, illetve az itt maradó összes eszköz egyébnek az értékesítése, tehát még a bontásért is egyébként pénzt kaptak. Írdésmond 70 millió eurót vitt el tisztán innen az országból ezzel a cukorgyár lebontása történetéből. Mi ezt mindenképpen egy nagy tragédiának éltük, és éljük is, meg kell mondjam, hiszen azért ez kihat szerintem a következő évtizedekre is egyébként ebben a térségben. Mindenkor a politikának a legnagyobb felelőssége az, hogy
ezekben a térségekben lehetőséget biztosítani egyáltalán az embereknek, mert úgy gondolom, hogy csak sok tisztességes ember él itt is, ugyanolyan joga lenne az élethez, és legalább a lehetőséget teremtsük meg nekik, hogy ők is megtalálják a számításaikat. Ez nagyon fontos lenne. Ma az ingatlanon csak épületek találhatók, amelyek üresek. Milyen gépet szeretne venni? 6 fiókos mélyhűtőt. 300 literes hűtőszekrényt, ládát. Bízunk benne, hogy jól végződik ez az idő, mert most már lesz hűtőszekrényünk. Sok a paciens? Jaj, rengeteg. És a reménytelen is sok? Nem reménytelen, mert 89-ben mindenki meg fogja kapni az állófagyasztó szekrényét. A lehelhűtőt mindenki ismeri. A szocialista éra alatt született akkori magyar fejlesztések eredményeként. 1965-ben percenként 2 hűtőszekrény hagyta el az üzemet. Gyártottak a kereskedelem számára hűtő- és fagyasztópultokat, ivóvízhűtőket, hőcserélőket. A Lehel egyedülálló fejlesztéssel rendelkezett a Heller forgóféle találmánnyal kapcsolatban, amit az angolok, a németek, a kínaiak és az irániak is megrendeltek. Hőerőművek, atomerőművek használják ma is ezt a zárt rendszerű, vízveszteség nélküli rendszert. A Lehel annyira nyereséges volt, hogy maga a dolgozói kollektíva is tulajdonosa lett volna a cégnek, ha adtak volna rá lehetőséget. Az ÁVÜ nem adott. Az ÁVÜ minden előzetes tárgyalás egyeztetés nélkül odaadta a svéd Electroluxnak. Ahogy mi látjuk, papíron 4,3 milliárd forint volt a vételár, de ez csak papíron ennyi. Kikértük az adásvételi szerződést, és sok érdekességet találtunk. Mindent a lehető legkuszábban fogalmaztak, még jogásznak is alapos odafigyelést igényel a szöveg megértése. A Lehel éppen egy nagyobb projektben volt. Iránba szállított Heller-féle hűtőberendezést az akkor épülő erőműhöz. Ennek nagysága körülbelül az első fizetési részlet összegének felel meg. A még mindig nem ismert vételárnak jó része a korábbi évtizedek alatt elkövetett környezetszennyezés felszámolására fordítódik. Közel 2 milliárdot fordítanak a környezetszennyezések eltüntetésére úgy, hogy ebből magyar vállalkozók jutnak megrendelésekhez, és ezen keresztül magyar munkahelyeket tartunk fönt. Az új tulajdonos érdekei azt diktálják, hogy a környezetvédelmi helyreállításokkal nem magyar céget bízzon meg, hanem a sokkal drágább külföldit. A Lehel hűtőgépgyár privatizációjánál a vevő beírta a szerződésbe, hogy ő környezetvédelmi munkákat fog végezni, és ezt leszámlázza az államnak. Ez ugye első hallásra nagyon jó ötletnek tűnt. Senki nem gondolta végig, hogy bizony azt ellenőrizni, hogy mondjuk a talajt hány centiméter mélyen kell kicserélni, vagy hány centiméter mélyen cserélik ki, hát ez bizony nem lehet utólag megállapítani, tehát a vevő küldött nagyon magas környezetvédelmi számlákat, amelyeknek az összege hát elég jelentős volt. Mi 2,7 milliárdról tudunk, pedig a munkát az akkori földgép 500 milliárdért vállalta volna. Az volt az indok, hogy a külföldi cég az illegális veszélyes hulladékot szakszerűbben tudja kezelni. Egy valami azért a vevő mellett szól, még akkor is, ha bagóért vette meg a Lehelt. Mégpedig az, hogy most is fenntartja a munkahelyeket. A dolgozókat a svéd anyavállalat béreinek töredékéért alkalmazzák. A régi mesterek nagyon jól tudták, hogy hol kell cukorgyárat létesíteni. Jó föld, közeli víz, szállítási lehetőség, megfelelő infrastruktúra. Ilyen helyen állt a sarkadi cukorgyár is. Az üzem 1912-ben kezdte meg termelését, és fénykorában 40 ezer tonna cukrot állított elő évente. A cukorgyártás szüneti hónapjaiban mággubókból nyers morfint lúgoztak, amit a tiszavasvári alkaloida vett át. A világon ma is ezzel a magyar szabadalommal készítik nagy mennyiségben a morfint. Ha már megemlítettük a tiszavasvári alkaloidát, akkor itt mondhatjuk el, hogy a privatizáció során az éves árbevétel 1/6-áért adták oda a gyárat egy sok-sok kérdőjellel nyomuló amerikai szerb cégnek. Az alkaloida világviszonylatban is vezető gyógyszergyárnak számított szabadalmaival, környezetbarát gyomírtóival, gyógyszereivel. De térjünk vissza Sarkadra. Itt a cukorgyár mögött, valahol itt, egy 1000 húsbikát nevelő üzem volt, ahol az állatok élelmezését a cukor feldolgozásakor visszamaradt cukorrépa törköly biztosította.
Az itt élők is azt mondták, hogy amióta nincs a cukorgyár, családok mentek tönkre. Körülbelül 10 000 embernek biztosított közvetlenül vagy közvetve megélhetést a gyár. A helyiek még társadalmi munkára is hajlandók lennének, csak újra működhetne a húzó ágazat. Most csak romos épületek, raktárak állnak a területen. 1998-ban zárta be az angol-francia Eastern Sager. Azt kell látnunk, Magyarország leépítésének programja volt a privatizáció, egy radikális, háborús szintű pusztítás, csak nem bombákkal, hanem intellektuális eszközökkel. Kiirtották a kultúrát, az ipari kultúrát, azokat, amit esetleg több száz év alatt épültek föl tudásban, összerendezett emberi magatartásban, úgy értem képességben, és ezzel Magyarországot teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozták. Most az a mechanizmus semmiben sem károsodott, amelyik ezt levezényelte, sőt, ma azok az emberek jó vagyonnal szaladgálnak itt közöttünk, mert nyilván honorálták így úgy a szolgálatukat, itt szaladgálnak mezőgazdaságban is, nagyvállalkozóként, a kormányban is, a politikában is, mi pedig éljük azt a szegénységet, amit ott valakik még a 80-as években megterveztünk számunkra. Szóval Magyarország leépítésének, a gazdasági leépítésének volt a történelmi léptékű, sajnálatos programja a privatizáció. A sárvári cukorgyár is több mint 100 éves múltra tekint vissza. Legtöbb dolgozója 2000 fő volt. 34 000 tonna cukrot termelt a vasmegyei gyár. Vízellátását a közeli Rába folyó biztosította. Ahogy képeinken is látható, a központi épületekből csak az iroda épület maradt meg. A település polgármestere így emlékezik. Tőlünk talán 200 méterre van a 60-i családnak a kastélya, amely ma már szintén magántulajdon, akik 1896-ban nyitották meg Sárváron a sárvári cukorgyárat, ehhez kapcsolódóan egyébként a város egy óriási fejlődésnek indult, például a vasút vonalat akkor vezették el itt a város mellett, illetve itt a vasútállomás létesült, és egészen 100 éven keresztül, illetve 101-2 éven keresztül a mi városunknak egy meghatározó ipari üzeme volt. A sikeres jogászasszony így emlékezik tanulmányában egy bank eladásáról. Van mondjuk egy banknak 1 milliárd forintos alaptőkéje. Annál több kell legyen, de most ezt csak példának mondom. De ez csak az alaptőke, ez nem a teljes vagyon. A teljes vagyon körülbelül 100 milliárd forint. Mit csinál a bank, amikor azt akarja, hogy valaki beleszállhasson külföldiként, tulajdonosként, és majd egyszer csak az állam kiszálljon belőle? Fölemeli az alaptőkét 3 milliárd forintra. 1 milliárdból 3 milliárd, és azt mondja, hogy lehetőséget ad X szervezetnek arra, hogy ő jegyezze le ezt a tőkeemelést. Így a belga intézménynek lesz 2 milliárd forintnyi megemelt alaptőkével 66%-nyi tulajdonrésze a bankban. Igen, de hát az előbb mondtam, hogy a bank vagyona 100 milliárd forint. Tehát befizet 2 milliárd forint tőkeemelést, és megkapja a 100 milliárd forint kétharmadát, mint vagyont. Mindazok, akik ezekben közreműködtek, pontosan tudták, mit csinálnak. És azt képzeljék el, hogy csak azok a nevek, akikkel ezekben az iratokban találkoztam, a mai napig komoly, nagy állami szervezetek vezetői. Képviselők voltak a parlamentben, kormányzatban, különböző pozíciókban voltak, és köszönik, jól vannak, soha senki nem kérte tőlük számon, hogy a magyar társadalom vagyonát gyakorlatilag átjátszották mások kezére. A szolnoki cukorgyár 1914-es alapítása körül nagy vita volt, de a bank és Szolnok városa támogatta a szolnoki cukorgyár megépítését. A gyár 6000 tonna répa feldolgozására volt alkalmas. A francia Beginsey eladta a német Nordzucker AG-nek az uniós csatlakozás kapcsán, majd 2007-ben végleg bezárták a gyárat. A szolnoki cukorgyárban, mint ahogy Magyarországon privatizáció előtt mindenhol az emberek hittek egy
egy rendszerváltásból eredő gazdasági növekedésbe, ami számukra is kedvező lesz. Tulajdonképpen az egész rendszerváltás és a privatizáció döntően a média befolyásolta olyan irányba, hogy mindenki egy boldogabb jövőbe hitt, mert olyan közlemények, riportok, egyebek voltak, olyan média hangulat volt, amiből azt következtették az emberek, hogy ez számukra is nagyon jó lesz. Kire ismerné Miskolcon a Dimagot, régi nevén a Lenin kohászati műveket? 1989-ben átalakítják gazdasági társasággá, és új nevet kap. Diósgyőri metallurgiai és alakítástechnológiai gyárak részvénytársasága. A Dimag tetemes vagyonát kimenekítik különböző KFT-kbe, így könyv szerinti mérlege tetemes adósságot mutat, összesen 16 milliárdot, és ezt elég sokáig titkolják. Ez az adósság az új tulajdonost nem zavarja, és megszerzi a részvények 80%-át. Az új cég orosz-osztrák-ukrán érdekeltségű konzorcium, amely a Sajuzruda Nuevo Metal névre hallgat. A Dimag RT részvényeit 530 millió forintért adta el 1991-ben az állami vagyonügynökség. Ebben az eladásban azonban sokkal több volt a politika, mint az üzlet. Az volt a döntő szempont, hogy a foglalkoztatást ebben a térségben lehetőleg fenntartsuk, és minél kevesebb dolgozó kerüljön az utcára, és a termelés, ha lehet, folyamatosan, közel nullszaldóval, de hogyha még szükséges veszteségek árán is fenntartható legyen. Az állami számvevőszék azonban nem a foglalkoztatás politika szempontjából értékelte az üzletet. Szerintük kótyavetje történt, és nagy vagyont adtak el, potom 530 millióért. Az eladónak azonban erről is más a véleménye. Hát kérem szépen, az a vagyon, amíg a WC-kefén is jelzálog volt, hát az egyszerűen nem az állami. Az 530 millióból azonban csak 20-at fizetett ki az egyetlen vevőnek jelentkező, az orosz érdekeltségű Nuevo Metal. De ez nem tűnt el az Ávűnél akkor senkinek, mert az eladás után is az volt a fontos az eladónak, hogy működjön az üzem. Ha erőltettük volna, hogy just is fizesse ki azt az 500 milliót, lehet, hogy pont mi lögtük volna a sírba. Azt a Dimagot, amit olyan nagy energiával próbáltunk életben tartani. Az életbentartás legalábbis ebben a formában és ennél a cégnél még magántulajdonossal sem sikerült. Ez tehát kudarc. Mégis úgy tűnik a kormányzat szándéka, még e kudarc ellenére sem az, hogy a nyers piaci viszonyok váljanak uralkodóvá Magyarországon. Több tízmilliárdnyi állami támogatást kap a Dimag és a későbbi DAM RT úgy, hogy közben folyamatosan elbocsátják az embereket. Az a meggyőződésem, hogy egyszerűen áldozni kell az államnak arra, hogy további munkanélküliség növekmény, további munkahely vesztés ne következzen be. Én azt hiszem, hogy ez a szociális piacgazdaság egyik fontos tényezője. Kell átalakítani, de úgy, hogy a szociális békét meg lehessen őrizni. Ha ez pénzbe kerül, a szociális béke megőrzése, akkor pénzbe kerül. A Lenin kohászati művekben egykor 20 ezer ember dolgozott. A megye legnagyobb munkaadója volt. Miskolc a mai napig is nyögi a cég felszámolását. Az államkasszájába a Dimag eladásából egy fillér sem folyt be. Jelenleg raktárak, kis cégek működnek a területen, és az egyik vasgyártósor beindításra, elszállításra vagy beolvasztásra vár. Most csak rozsdásodik az egyik épületben, orosz tulajdonban. A petőházi cukorgyárat is az osztrák Agrana vette meg. Ugyanaz a cég, amely a kaposvári cukorgyárat üzemelteti. A területen jelenleg cukorcsomagolás folyik, de a cukorgyártással kapcsolatos gépeket kiszerelték, és részben Kaposvárra szállították. Az épületek elbontásra kerültek. Hogy nem szabadott volna egyáltalán elkezdeni az első ciklus alatt a privatizációt, hanem nagyon komoly szakemberekkel, nagyon tisztességes szakemberekkel meg kellett volna nézni, hogy ezek a vállalatok valóban mennyire prosperálnak, bővíthető-e privatizáció nélkül a piaci lehetőségeik, a technológiai fejlesztésük, a hitel intézménye az tökéletesen működött volna, ha pénzhiány lett volna, és csak azokat szabadott volna felszámolni, akik sem nem a piaci lehetőségeik, sem nem a munkahely teremtés célzatának nem feleltek meg. Ugyanis az egy dolog, hogy prosperál-e jól piaci szempontból egy cég, na de kérem szépen, az a cég, aki nullán, tehát nincs profitja, de kérem szépen 10 000 embert eltart,
Azt nem lehet felszámolni, mert az 10 000 ember kenyerét adja. És miután nagyon sok olyan vállalat volt, ahol nem kellett állami szubvenció, nem kellett az állami költségvetésből finanszírozni, hogy ő működni tudjon, mert a bevételeiből gyönyörűen tudta magát fenntartani, azokat miért is kellett volna privatizálni? Az Ácsi cukorgyár területén jelenleg ipari park működik. Az üzem 2001-ben termelt utoljára. A ködös felvételeken sajnos csak a cukorgyári termelés hűlt helyét láthatja a néző. Az 1871-ben alapított cukorgyár az ország legrégebbi cukorgyára volt. Itt állunk a kaposvári cukorgyár előtt, hát sajnos ide sem sikerült bejutnunk. Az osztrák tulajdonban lévő céggel hosszabb egyeztetés után tudtunk volna csak dűlőre jutni, hogy riportot készítsünk. Mi elkerültük ezt az opciót, viszont kaptunk egy sajtótájékoztatót a cégtől, és itt van egy nagyon beszédes adat. Magyarországnak a cukorfogyasztása éves szinten 300 000 tonna, és a cégnek a várható cukortermelése a 2015-ös évben az 125 000 tonna, tehát épp hogy meghaladja az 1/3-ot, tehát jól látható, hogy a többi cukrot, tehát majdnem 2/3-ot külföldi importból kell nekünk beszereznünk. Tehát az importot, a cukrot külföldön fogják megtermelni, pedig mi is tökéletesen alkalmasak voltunk rá. Összegezzük a privatizációt. Ezekről az eljárásokról a társadalom döntő része semmit sem tudott. Nem is értette, miről van szó. Így a benfentesek, az oligarchák nyugodtan kiszakíthattak bármekkora szeletet a nemzeti vagyonból. A stratégiai ágazatok mind külföldi kézbe kerültek. Ami hazai tulajdonban maradt, az legtöbbször tőkeszegény, kapcsolati tőkével megvalósított vállalkozási vagyon, ami szakmailag alkalmatlan vezetés kezébe került. A nagymúltú magyar cégek többsége eltűnt a színről. Azt mi sem vitatjuk, hogy voltak tisztességes ügyletek is. Ezek főleg kisebb cégek, presszók, boltok, üdülők voltak, amelyekhez általában piaci áron jutottak a nemzet tagjai. És ne feledkezzünk meg egy jó pár oligarcháról sem, akik most olyannak tűnnek, mintha tisztességes versenyen jutottak volna óriási vagyonhoz. Ahogy mi látjuk, ennek semmi köze sincs a tisztességes, de még a normális piaci versenyhez sem. Reméljük, nemzetünk tanult a múlt hibáiból, és olyan államot hoz létre, amely valóban a nemzetet szolgálja.